kívánom, hogy használják ki önök is, és majd azok a fiatalok, akik a strandokon megjelennek, ezt a kiváló lehetőséget, és tovább erősítsék, mint Győr-Moson-Sopron megye felsőoktatási intézményi rendszerét, mint pedig Győr-Moson-Sopron megye gazdaságát. A megyei kormány megbízott köszöntötte a rendhagyó győri állásbőrzére érkezőket. Idén először a Munkaügyi Központ és a Széchenyi Egyetem közösen szervezték a bőrzét, ami egy kézzel fogható kapcsolatot jelent a cégek és a leendő munkavállalók között. A Győr-Moson-Sopron megyei kormányhivatal Munkaügyi Központja szervezi a közép- és kisvállalkozókat erre az eseményre, az egyetem pedig a diákokat. Tehát egy olyan kapcsolódási pont, ahol a munkaadó és a munkát vállaló találkozik, és pontosan megismerik egymás igényeit, egymás célkitűzéseit. A Parlament Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottságának alelnöke szerint a győri bőrze országosan is egyedülálló. Ez az a hely, ahol valóban egymásra találhatnak a munkaadók és a munkavállalók. Sokan dolgozunk azért évek óta, hogy a fiatalok piacképes tudást szerezzenek. Én azt gondolom, hogy ki Győrbe tanul, akár szakiskolában, akár egyetemen, jó eséllyel tud elhelyezkedni, és ez az állásbőrze így vonzó a munkaadók számára is. Az állásbőrzén 55 cég, képző és partnerszervezet állított ki és várta az érdeklődőket, akik jöttek is szép számmal. A szervezők ez alkalommal a multik helyett a helyi kis- és középvállalkozásokra fókuszáltak. Lehetőséget kell teremteni a kis- és középvállalatoknak is, mivel nekik is van szükségük munkaerőpiacon humán erőforrásra, és ez egy remek lehetőség arra, hogy ők is megtalálják azt az egy-két pár szakembert, akire nekik ahhoz van szükségük, hogy ők életben tudjanak magadni, és esetleg a szolgáltatásaikat minőségben és mennyiségben is tudják fejleszteni. Győr-Moson-Sopron megyében jelenleg 1203 regisztrált pályakezdőt tartanak nyilván, többségük 8 általánost vagy szakmunkás képzőt végzett, de több mint 1000 diplomával keresnek munkát. Nekik is érdemes volt próbálkozniuk a rendhagyó állásbőrzén. Ide, aki eljön álláskeresőként, pályakezdőként, az személyesen találkozhat a cégek képviselőivel, és személyesen elmondhatja az igényeit, illetve meghallgathatja a vállalkozások elvárásait. Egyből válaszolunk az e-mailre, amit megküldted az önéletrajzba, és utána a döntése néhány héten belül megpróbálunk reagálni. Személyre szabott információk az egyik kiállító cég standjánál. Több ezre jöttek el, hogy állás után kutassanak. Egyetemisták, diplomások, pályakezdők és szakképzett fiatalok is voltak az érdeklődők között. Gépészmérnök vagyok, hogy állást keresnék. Ahogyan itt látom, elég sok lehetőség van gépészmérnökök számára, és remélhetőleg én is fogok majd találni valami lehetőséget magamnak is. Ugye most végzek majd nyáron, úgyhogy a nyáron szeretnék elhelyezkedni valamilyen gyártás technológia vagy egyéb hasonló területen. A majdnem egész napos győri állásbőrze óriási sikert aratott, reggel 9-től egészen késő délutánig mozdulni sem lehetett az egyetem aulájában. A szervezők szerint, aki munkalehetőséget keresett, az többnyire talált is magának, de ha nem, akkor legalább első kézből kapott információt a régióbeli állás lehetőségekről.